Kedves vendégeink, kedves besnyőiek! Besnyőközség önkormányzata nevében nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelte településünket és ellátogatott hozzánk a 11. országos Csengettyű Fesztivál alkalmából. Igen. Ez már egy nagy szám. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a találkozó valamennyi résztvevőjét, akik sok időt és energiát fordítottak arra, hogy a különleges hangszeren megtanuljanak játszani, és vállalták az utat, hogy egy nap erejéig besnyőn megmutathassák tehetségüket, és hogy újra átérezhessék az együttzenélés örömeit. Ezúton is szeretném megköszönni a Szironta Csengettyű és Citara Együttes munkáját, amely lehetővé tette, hogy településünkön hagyományá váljon ez a színvonalas zenei rendezvény. Kérek egy tapsot nekik, olyan ügyesek! Köszönöm! És hogy mennyire is fontos az életünkben a zene, mert úgy gondolom, mi, akik itt vagyunk, mindannyiunk számára nagyon-nagyon fontos, azt Price gondolataival adnám át önöknek. Senki nem tudja, mi valójában a zene. Előadjuk, hallgatjuk, komponáljuk és beszélünk róla, de valóságos lényét nem ismerjük. Tudjuk, hogy segít elvonatkoztatni, hogy a segítségével önmagunk felé fordulhatunk és megtisztulhatunk. Tudjuk, hogy a meditáció olyan magasságokba repíti az emberi szellemet, ahol a kreativitás szabadon szárnyalhat. Tudjuk, enyhíti a fájdalmainkat, oldja szorongásainkat. Eloszlatja félelmeinket, felpesdíti kedélyünket. Felkorbácsolja bátorságunkat, tiszta és merész gondolatokra buzdít. Megacélozza az akaratot, finomítja az ízlést, felderíti a szívet, ösztönzi az intellektust, és még sok egyéb érdekes, csodálatos dologra képes. És mégis hiába tudjuk és cselekedjük ezt, nem ismerjük a zene miben létét. Talán az egyetlen lehetséges válasz az, hogy a zene maga a teremtés. Kérek mindenkit, hogy ma feledje el gondját, búját, nyissa ki szívét, lelkét, és hagyja, hogy magával ragadja, elvarázsolja a Csengettyű különleges zenéje. Magam és Besnyő lakossága nevében minden egyes fellépőnek, a közönségnek és valamennyi vendégünknek kívánom, hogy érezzék jól magukat nálunk. Sok sikert, tiszta hangokat és nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! És akkor drukkolunk! 1, 2, 3, 4. Thank you.